20 év tervezés, 10 év építkezés és 134 millió euró. Ennyi kellett ahhoz, hogy a világörökség részét képező berlini múzeum-sziget új központi fogadóépülettel gazdagodhasson. Mostantól a James Simon Galéria épületén keresztül léphetnek be a látogatók a Spree folyó szigetére, ahol 5 múzeum található. Berlinben az új galériát már most a város legdrágább gardróbjaként emlegetik. A német kancellár Angela Merkel a megnyitón elmondta, hogy a magas és világos épület nyílt lépcsőzete és a vékony oszlopos folyosója a látképet szeretné még látványosabbá tenni. A Múzeumsziget nem csak egy hely, ahol különböző kultúrákat és történelmeket ismerhetünk meg, hanem a világ kölcsönös összefüggéseit is tudatosítja bennünk. Az épületet a műgyűjtő James Simonról nevezték el, akinek Berlin a turisták ezreit vonzó Nofertitit is köszönheti. Az új 4600 négyzetméteres galériát a brit sztárépítész David Chipperfield építette. Sokan már most úgy vélik, ez Berlin válasza a Louvre piramisra. A galéria megnyitotta kapuit a látogatók számára.